Hatalmas vasszerkezetek tartják a csarnok tetejét. Az épületben 3000 négyzetméteren várják a vállalkozások jelentkezését annak érdekében, hogy beköltözésükkel munkahelyet teremtsenek a városban. A beruházásról a helyi önkormányzat döntött. Amikor a képviselőtestület döntött a pályázat benyújtásáról, az a cél lebegett a szem előtt, hogy biztosítsunk olyan infrastruktúrális hátteret a betelepülni szándékozó, és nem utolsó sorban munkahelyeket teremtő vállalkozások számára, mely vonzóvá teszi településünket. Tettük ezt azért, mert a város és a járás népesség megtartó képessége nem csak a jól működő és színvonalas szolgáltatás nyújtó intézményrendszerektől függ, hanem a térségben rendelkezésre álló munkahelyektől, a családok megélhetését biztosító vállalkozások számától is. A mai esemény mérföldkőnek számít a város és a térség életében. Olyan fejlesztés megvalósulásának lehetünk tanúi, mely hozzájárul az iparosodás terén meglévő hátrányunk felszámolásához, új munkahelyeket teremt a városban és a térségben élők számára. Az üzemcsarnok nem csak a térség vállalkozásainak lehet vonzó, de akár külföldi érdeklődők igényeit is képes kiszolgálni, ami hosszabb távon a régió fejlődését is szolgálja, Tilki Attila országgyűlési képviselő szerint. Egy gazdasági beruházásnál vagyunk, ami fontos a város és a térség életében, egy esély csak. Esély arra, hogy a foglalkoztatás meginduljon, Budapesttől 310 kilométerre, a 41-27-es út mentén, ami Szatmárnémetit és Beregszászt köti össze. Esély arra, hogy tudjunk idehozni akár külföldi, akár magyar vállalkozókat, és talán úgy gondoljuk, közösen a polgármesterekkel, hogy munkaerő is állna rendelkezésre, ami persze nem egyszerű feladat. És jó leső érzés, Fehérgyalmat város volt polgármestereként a legnagyobb gazdasági beruházás előtt köszöntőt mondani. Az átadón részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is. A politikus azt mondta, a fehérgyarmati térség az elmúlt időszakokban jól használta fel az uniós forrásokat. A 2007 és 2013 közötti időszakban 5,5 milliárd forint, 2014 és 2020 között pedig 9 milliárd forint érkezett a régióba. Örvendetes tény az, hogy itt Fehérgyarmaton és a térségben egyre élénkülő gazdasági aktivitást láthatunk. Csak ha az Európai Uniós forrásokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy míg a 2007-13-as időszakban 5,5 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás érkezett ide különböző operatív programokban, a 2014-20-as időszakban ez már 9 milliárd forintnyi Európai Uniós program megvalósulását jelentette. Egyértelműen dinamikusan bővül az itt élő közösségek aktivitása, a gazdaság, de nem csak a gazdaság, hanem a társadalmi élet egyéb szereplőinek aktivitása is. És egyértelmű ebből adódóan is, hogy Fehérgyarmat pozíciója is erősödik az országban. Köszönhető ez egy tehetséges és megfontolt képviselőtestületnek, tehetséges és megfontolt polgármesternek, tehetséges és megfontolt országgyűlési képviselőnek és a térségi szereplők együttműködésének. A 3000 négyzetméteres üzemcsarnok uniós és hazai forrásokból összesen 1,1 milliárd forintból épült fel. Az önkormányzat folyamatosan tárgyal a külgazdasági és külügyminisztérium mellett működő HIPÁ-val annak érdekében, hogy külföldi beruházóknak is kiajánlják a befektetési lehetőségeket Fehérgyarmaton.